שלום, אנחנו קוראים בספר תלמוד עשר הספירות, כרך ו. Hello mindenkinek, a tízféle tanulmányából olvasunk a hatodik kötet 16-os fejezet. Mondják a Héber oldalszámot. Kérdéseket lehet feltenni a Kabbala TV-n keresztül. Még egyszer, tízféle tanulmánya, hatodik kötet, 16-os fejezet. Még egyszer a Héber oldalszám. És még a pontszámot is héberül mondják, Ari szavaival kezdünk. És akkor megvizsgáljuk a Nukva de Zeranpin 10 sféráját, amely az Abia világainak az alapja, és nem a Nukva de Zeranpin de Acilutról beszélünk, amiben szintén majd még nincs 10 sféra, és mindegy szférának három szintje van. A panim, a belsőség, az ahor, a külsőség és az átmenet. És ezek a gufhoz tartoznak a Nukva de Zeranpin de Acilutban, amely 10 a 10-ben, és aztán újabb 10 jelenik meg ezen belül, a három ráöltözésnek, levusinak megfelelnek, és mindegyik 10-et tartalmaz, ugye? És ezek a szintek, amiket említettünk, ezek összesen 13 nevet adnak, amely Lamed, amely a Nukva de Zeranpin 13 neve, amely a guf, ahogy azt az élet fájában említette Ari, és ezek a szintek, ez a három szint rá van öltözve a biára, a bia világaira, és a dolognak a lényege az a lekicsiny, a kicsinyé válása a holdnak. Még egyszer, elolvassák ezt. Tehát először megvizsgáljuk a Nukva de Zeranpin 10 szféráját, amely az Abia világainak előfutára. Ismert, hogy a Nukva de Zeranpin de Acilutnak még nincs 10 szférája, de minden egyes szférának van panim, ahor és átmeneti állapota, és ezek a testét adják a Nukva de Zeranpin de Acilutnak, amelyből 10 a 10-ben jelenik meg, aztán majd újabb 10-es felosztás, és ez három ráöltözést ad, levusimot, és mindegyik 10 szférát tartalmaz, és ez a három szint, amit említettünk, tehát külsőség, belsőség és átmenet, ez 13 nevet ad a Nukva de Zeranpinnak, amelyek a gufot képzik, ahogy azt az élet fájban Ari meg leírta. És ez a három szint a bia világaira való ráöltözést adják, a dolognak a lényege pedig a legkicsiny, a holdnak a kicsinyi válása a hitnek, ugye? Az előbb tanultuk. Ez a jelentése annak, amikor a Sekina leereszkedett a rosból a róka farkához, amely három világot a biának nevezzük, és akkor a belső ráöltözések, amelyek a belső 10 szférát jelentik a Nukva de Zeranpin de Acilutban, ezek leereszkednek, és belépnek, és ráöltöznek 10 szférát, a Bria 10 szférájára, és ezek nesamává válnak a Nukva de Briában, és az ő belsőségének 10 szférája, az pedig leereszkedik, és ráöltözik a Nukva de Zeranpin de Jecira 10 szférájára, és itt egy külső ráöltözés pedig, amely a posterior, azaz a megszerzés edényre öltözik rá, a Nukva de Asziára, ahol nesamáként nyilvánul ez meg, és utána pedig ez a tíz szféra, bocsánat, az élet fájában történő leírásnak megfelelően valósul meg, azaz a Sekina felemelkedik, visszaemelkedik majd a róka fejét, azaz a három világ, amit Diának nevezünk, a belső ráöltözés, a 10 belső szférája a Nukva de Zeranpin de Acilutnak, ők leereszkedik, és belép, ráöltözik a Bria 10 szférájára, és ott nesamává válnak, az a 10 szféra a Nukva de Briában, és az átmeneti 10 szférája leereszkedik, és ráöltözik a Nukva de Zeranpin de Asziának a 10 szférájára, és a külső öltözéke pedig 10 szférát adnak a megszerző edényekben, amelyek leöltöznek a Nukva de Aszia 10 szférájára, és ezek pedig nesamává válnak. És aztán van a Rukinnak és a Nafsimnak az állapota, hogy ezt a 10 szférának
ahogy ezt az élet fájában leírta Ari. Ez azt jelenti, mondja Rab, hogy három rész van, mondjuk akkor ezt így, a Malkit Dalcirutban, van a Srekina, vagy a Sina, azok a legbelsőbb állapotok, van a külső edények, a Malchut de Bria, ugye, és a középső, a Malchut de Yetzira, és a külső pedig a Malchut de Asiya. És bár ezek edények, amelyek az alsó edények szempontjából fénynek minősülnek, ugye? És ezek belső edények, amelyek a Malchut, a Bria Yetzira és Asiya, a Malchutok kis szikrák. Na majd ezt mindjárt látni fogjuk, erről ír. Belső fény. A szentség, amely a Rus Lesvaim, amely a Bia három világ, a róka farka, és ez, itt van a ráöltözés, amit az előbb elmondtunk, és itt mondja azt, hogy kicsincsük le magunkat, és a Zon, amely két hatalmas ragyogást tartalmaz azon szinten, az Akkord a hor állapotban, és a Hold akkor az azt jelenti, hogy két király nem használ ezt a koronát, azaz kicsincsük le magunkat, mondja a parancsolat, és egy pont legyünk a Yesod alatt, mondja a Nukva, amely az edények szempontjából a Hazétól lefele a keter alatti pontot jelenti, és az összes parcuf az Ahor állapotában, ami a megszerzés edényeket jelenti, amely az Erampin alatti szinteket jelenti, teljes egészében ráöltöznek a Bria három világára, ahogy ezt az előbb említettük, és ahogy a Szari részletesen elmagyarázza, és a belső parcuf ráöltözik a Briára, az átmeneti parcuf a Jecilára, és a külső parcuf, a megszerzési edények pedig az Asziára öltöznek rá, és bár általánosságban is egyetlen parcuf van, amelyet az a Horda Nukva, azaz a Nukva megszerzési edényének nevezünk, mi a felülemlített módon beszéltünk az Ibur Janika Mohin állapotról, ahol az Ibur, az a Vak de Ruach, ami a nefes, a Mohin de Ahor, az pedig Gárnak tekintető, amely a Gár de Ruach, vagy pedig Mohin de Vak, az ugyanaz. És mivel még a Gárban is csak a Vak fényei vannak benne, a Mohinjai, ezek általánosságban is megszerzői parcufnak tekintetők, a parcuf megszerzői edényének, és ehhez hasonlóan zavaró azt, amit Ari néhány nyelv leír, hogy csak a Malkut pontja az, ami ereszkedik a Briának, a Briába, itt pedig azt írja, hogy mind a kilenc fíra leereszkedik a Bia világához. A dolognak a lényege pedig az, hogy két lekicsinylés van, az első a Holdnak a fogyása, ugye? Amikor az, a lef az első kilenc firával lecsökken, azaz mind a három parcuf, Ibur Janika Mohin, az leereszkedik a Bia világához, a második lekicsinylés, pedig a keter pontja meg is marad a Malkutban, a Yesod alatt azonban mégis az Erampin de Acilut alatt valóban, bár az erő teljes egészében az Aciuthoz kapcsolja, az Ahoraimja ennek a pontnak, azaz a megszerzési részei, azok a Brián világának Atikjává fognak válni, és ismert, hogy a helyának a fénye az nem tud a párszán áttörni, ami az Aciut alatt van, és ragyogni a Bria felett, ezért a helya fényének összes állapotája a Bria világában, ebből a három parcukból, az, ami az Ahorden Nukva származik, és ráöltözik a Bia világára, és bár ez haja fény, valamilyen módon úgy tűnik, hogy kizárólag az Ahorámja a hajának, az a hátsó, a hátat folytott ragyogása, amely annak a titka, hogy a fény milyen nem ragyog, és miért nem tud a Bia világaira közvetlenül ráöltözni. A Jehida fénye a Bia világának pedig megkapja a Keterden Nukvának a fényét, amely az Attik leereszkedés a Bia világában. Súf, nincs terek likró.
Tehát még egyszer el kell olvasnom, magyarabb? Igen, de próbáljátok meg megérteni, magyarabb, hogy mit jelent a lekicsinylés, amikor kicsinyé válik egy fokozat, akkor megnő a ködösség, a zavarodottság, nyilván gyengeséget érzünk az ilyen állapotokban, és pontosan azért, mert a felső leereszkedik ránk, ez okozza ezt a zavart. Tehát nyilván az embereknek nem nagyon van mit tenniük a felsővel. Érzik a magasztosságát, van, akik sikeresek ebben a világban, megvan mindenük. Biztonságban is érzik magukat az emberek. Majd jön a felső, és leereszkedik az emberre. Azért, hogy felemelje az embert, akkor az ember megzavarodik, mert nem ért semmit. És ez a jele annak, hogy ködösség jelenik meg, amelyet úgy is tekinthetünk, hogy a szentség leereszkedett ránk, és a róka fejévé vált, a Sualim héberű. Sualim. Tehát ez amikor az ember kérdéseket kezd el feltenni, a róka kérdéseit. Na, még egyszer ez a rész. Nem mondják képként, nem tudom, melyik pontot olvasok most. Tehát a Sekinának le kell eszkedni a rosszból, a róka fejéből, amely a három világa, amit Biának nevezünk. Itt történik a ráöltözés, a Riszavainak megfelelően. Így kell lekisejteni magát a két hatalmas ahor-ahor állapotban történő ragyogásból, amikor a két király nem használja ugyanazt a koronát, tehát a Nukva meg a Zerampin. Ezért mondja magára a Nukva, hogy kicsítsük le magunkat, és legyünk a Jeszod alatt egy pont. Ez az edények szempontjából a Hazétól lefelé, a Keter pontja alatti lekicsinyés jelenti. Az alsó kilenc fíra, ugye az megszorítás alá kerül, és minden párcúf az ahor állapotban, amelyek azonos színen vannak a Zerampival, ezek leereszkednek, és a Keter alá zuhannak, és ráöltöznek a Bia három világára, ahogy azt a Ari részletesen elmagyarázza. És a belső párcúf az pedig ráöltözik a Briára, az átmeneti párcúfja ráöltözik a Jecirára, és a külső párcúfja pedig ráöltözik az Asziára, ugye ez a Malkut. És általánosságban is itt egyetlen parcufról van szó, amelyet ahor és tehát a megszerzési részeit a Nukvának, és ezen belül megjelenik az Ibur, Janika és a Mohim, és az Ibur és a Janika az Vak, de Ruak, de Nefes, és a Mohim Dahor az pedig Gár, amely a Ruaknak a gárja, vagy a Vaknak a Mohim, ez ugyanazok az állapotok egyébként. És ugye ez a megszerzési alakulás érdekében edények, és még a Gár is, bár Vak állapotában van, ezért általánosságban ezt úgy hevezzük, hogy az Ahor parcufjai, és ehhez hasonlóan, bár ez látszik nagyon zavaró, mert Ari néhány ennyire erről, de mindenütt másképp, hogy ez a Malkut csak egy pont, ami leereszkedik a Briához, és akkor az Atik de Briává válik, és itt pedig azt írja, hogy mind az alsó kilenc fíra leereszkedik a Briához, és akkor a lényeg, hogy megtörténjen a lekicsinyítése a holdnak, a kicsinyi válása, tehát a fogyása, és akkor ilyen mondom, az alsó kilenc fíra megszorítására kerül, mert Iburinek a Mohim parcufokat jelenti, amik a Briában ereszkednek le. A második lény dolog pedig a Keter pontja, amely megmarad bennem, és ez egy pont, a Jeszod de Zerampin de Acilut alatt, és ilyen módon teljes egészében az Acilutos tartozó erőről beszélünk, mert az Ahoráim állapotának a pontnak az pedig Atik de Briának tekinthető, és ismert, hogy a hajafény valóban kilép a párca alá, és ez az Acilut világa alatt egy ragyogást ad a Bria világának, ezért az összes fénye a helyának, amely a Bria világában megjelenik. A posterior, azaz a Nukva hát megszerzési edényeiből a Bria világára öltöznek rá, és bár ez a hajának az elfogadására szolgál, valamilyen módon
Csak a hajának az ahorájmi, az a hajafényhez tartozó ahorájmedényekről van szó, és ezért a Jeida fénynek a szempontjából a Bria világaiban a Keterden Nukvának a pontjában van egy kicsit csökkennek le ezek a parcufok, amely Atikká válnak majd a Briában. Ebben a formában itt van valamilyen kapcsolat, mondja Rav, a Nukva de Acilut és a Bria parcufék között. Tehát, hogy mi hogyan osztódik föl három részre, Bria, Jecir és Asziára, ugye? Egyrészt a Malhut pedig, ami az Acilutban van, szintén fel kell, hogy osztódjon a keterje, az, és hogy ez így osztódik föl, akkor van a keter és az alsó kilenc fira, tehát itt van egyfajta forma, amely a Malhut Acilutnak a befolyását érvényesíti a Bria világain keresztül, de még egyszer mondjam, a legfontosabb dolog, amit meg kell, hogy értsünk ezzel kapcsolatban, hogy a felsőnek az edényei nem tudnak képesek ragyogni az alsó felett. Lehet, hogy ezt fel tudjuk fogni, hogy miért, mert az edénynek az edényei azok adakozóak, a felsőnek az edényei, és ez az, ami önmagában ragyogást ad. Ezeknek az edényeknek, ezért az a tény, hogy a Malchut leereszkedik a Bria Jetszes Asziában, ezért a Malchut itt fényként szolgál. Amikor a felső szempontjából nézzük, ezek az edények, ezek ragyogó edények valójában, a tulajdonságuk, ugye nyilván haszadimmal ragyog, és ez annyira így van, mondja Rav, hogy nekem el is kell fogadnom a felsőnek a munkáját, ugye ez a ragyogás. Következő pont. Kuf Samech. Hol vagyok, mondja Rav, keresgélik. Kuf Samech, Divrei Ari. Igazad van. Olvast. Ari szavai. Most pedig letisztázzuk a Naranden Nukva de Zerampinnak a fogalmat az Acilutban, amely így havajotot jelent, ahogy ezt említettük a korrekciónál. A havaja, amely a Keterből származik, havaja, amely a Hokmából származik, és így tovább, és havaja, amely pontozás nélkül az a Nukva de Zerampin de Acilutból származik, és ez a havaja, amely a Neshama az összes Lamednak, az 32-nek, de ezt nem tudom mi. Tehát még egyszer elolvassák ezt, egy kicsit zavaros. Tehát most megvizsgáljuk még egyszer a Naranden Nukva de Zerampin de Acilutnak a fényeit, amely 10 havajot ott jelent, ahogy említettük a korrekciónál. A havaja a Kematzban, amely pontozással van, aztán a keterből kilépő, a patakból az a hokmából kilépés jelenti, és a pontozás nélkül vagy pedig a Nukva de Zerampin de Acilutból származó fényeket jelenti, és ilyen módon ez ennek a 32 szférának így válik ez a havajára. A következő pont. De hogyan lehet, hogy a fent említett 30 az ráöltözik az a Guf de Nukva de Zerampinra. És a havaja, a pontozás nélküli havaja, ugye ez egy írásmód a héberbe, az az alsó héj ráöltözését jelenti, amely az ahoradényekre, mivel a Vav betű belép az ő középső 10 szférájába, ezt nevezzük úgy, hogy a Rua de Nukva, és az első héj, az pedig belép az ő középső 10 szférájába, és ezt a betűt nevezzük úgy, hogy Samály, vagy nem tudom mi, ez a Narannak a fénye és ráöltözése, amikor az agy és a szív összekapcsolódik, és így tovább.
Tehát ez a helynek a héjvávfénynek a három betű pedig a narancsfény, és mindegyikük ráöltözik, egyetlen öltözéket alkotva. A jud betű az pedig bennük beléköltözik, mint a háromba. Ezt nézzük, hogy ne sem áll, de ne sem áll a nukvába. Azaz a nukvában a lelkek lelke. Ez nagyon nehéz szöveg egyébként. Tehát hogyan lehetséges ez? Tehát, hogy a lamed felett, 32 felett három ráöltözés van. Ezt nevezzük úgy, hogy guf de nukve de zarampim. És a havaja a pontozás nélkül az utolsó héjebben ráöltözik az ahor 10 szférájára, amit megszerzéke. A felső héj az ráöltözik a nefes de nukvára. A vav betű az pedig az ő középső 10 szférájára, amelyet ruach de nukvának tekintünk, amely ruach de nukva, és az első héj betű, ugye, az pedig az ő közös 10 szférájára, és ezt a betűt pedig a Neshama de Nukvának nevezzük, mivel itt a Narán ráöltözik a ruachra, azaz a májra, a szívre és az agyra, és ez a három betű, a hey, vav, hey, az a Naránon belül mindegyik ráöltözik valamelyik ruházatban, ilyen fényruházatban megnyilvánul. Na, tehát, hogy ne zavarjon bennünket, ez még jobban össze, hanem, hogy valahogy érezzük, vagy kicsit az ízét annak, amit tanulunk magyarra, mert különben nagyon hamar elveszik az orientációnkat. Menjünk először a kérdésekhez, magyarra, amiket itt föltesznek a mesterek. Tehát ugorjuk akkor a kérdések szekciójához. Itt mondja a Rava az oldalszámot, 2000 valamennyi oldal. Itt elolvasom a kérdést, majd pedig megnézzük a választ. Tehát először az a kérdés, majd elugrunk a 2018-as oldalra a válaszért. Tehát az első kérdést fogjuk olvasni. Tehát a 254-es kérdés. Tehát a saját lényeknek megfelelően, hogy születnek a Bria világai? Tehát még egyszer. Hol volt a Bria három világának, tehát a Bria Jeciles Asszia a lényegiség a megszületése? A Bria világa nagyon fontos a számunkra, mert mi tőle függünk. Az Acilut, az a korrekciónak a világa, mondjuk, de idővel majd ez eljön, de a korrekcióig mi nekünk mindig a saját részeinket a Bia de Acilutot kell felemelnünk, tehát számunkra a Bia világa nagyon fontosak. Tehát mi hol van nézzük meg a Bia három világát, és hogy a lényeget hogy alakulnak ki, és a válasz. A három világnak a helye a Bia világa, amely az Ahoraim állapotban születnek, a Tanhidák parcufjában, amelyen belül megjelenik a Nekodot de Szak parcufja, az Adam Kadmonban, és ez a három rész a Tiferetben, egészen a Tiferet végéig, az a Bia világának a helyén hozza létre, és a Nehi pedig a Jecira világának a helyét, és a Malkut pedig az Asszia világában teremtődött meg. Ahogy azt tanuljuk, most Rav rajzol. Itt van az Adam Kadmon. Tehát itt van az Adam Kadmon világa, ugye ezt rajzolja most Rav. Gágáta Ab, Szág, Nekodot de Szág, ugye a pontozott szág, a foltosok világa, ahogy a tíz szíra tanulmány hívja, és aztán ez képes majd leereszkedni egy kettes-kettes állapotban, és összekeveredni a Nehi de Adam Kadmonnal, ugye? Tehát a Necah hogy jeszod Adam Kadmon. És négyes resümót kap tőlük, és ő pedig kettes resümóval adakozik. Ezt a parcufot a Taburtól a Sziumig, a lezárásig, ez hirtelen elkezd két részre felosztódni. A felső részét, ezt hívjuk majd az Acilutnak, az alsó részt, az pedig a Bia három világának fogjuk tekinteni.
Tehát Briach, Jecira és Assia. Hogyan lehetséges ez ezen a módon? Tadgalgalta, ab. Aztán a szágnak a pontozott része. Tehát mi nem beszélünk a parcú felső részéről, hanem kizárólag arról, amely a tabur alatt van. Tehát erről beszélünk, ez a fontos számunkra, ugye ez a... Ott most már Rab megvastagította. Mert ez az a rész, ahol... Ami fontos a következő szempontjából. Tehát Keter, Hokma, Bína, Heszed, Gúra, Tiferet, ugye ez a, ez egy, mint egy tíz szféra lenne. Ugye ez a felső tartozik, ami a tabur felett van, ugye ez az alsó viszintes vonal a tabur. Ugye ott van a tabur, ott pedig a szium, közte pedig. Tehát ez a Gálgáltak, Keter, Hokma, Bína. És a többi rész pedig az Ahab. Bocsánat, a Gálgált és az Ominaim, nem. Tehát a Gálgált és az Ominaim. Tehát a Keter, Hokma, Bína, tehát az alsó kétharmad a Tiferettől. Netzach, Hod, Yesod. És a Malchut. Ezek a parsza alá kerülnek, miután ezek megszerződények, és őket nevezzük úgy, hogy helyek. Nyilván, ha az Aciot világából, most átlépünk a Bria Jecires az Aszia világába, ez ahhoz, hogy a Bria világai felosztása kerülnek, így alakul ki az Abia felosztása, a az Acilutnak készen van, tehát innentől kezdve lépünk be az Adam Kadmon világából, az Acilutba, onnan pedig a Bria Jetsz és az Asszia világaiba. És nyilvánvalóan ez az egész pedig az Ensof maga, és innentől lefele jön majd a mi világunk, ugye? Tehát ott a bányász béka alatt az a mi világunk. De a kérdések? Na, folytassuk. Tehát a Resnun Hely kérdés pont, hogy mi az oka annak, hogy a Bia három világa felemelkedik? Mi volt az oka a Bia három világának a felemelkedésének? A válasz pedig, hogy a Nekoda Deszak Parcufia miatt, amely a tabur alatt a belső aknak megfelelőt hozott létre, a Málda Bondák parcufját is. A Bína és a Malchut képes volt összekapcsolódni egymással, mivel a Nekoda Deszak parcufja, amely az első hét titkát, azaz a Bínát hordozza magába, és a Tanhidák, amely a tabúrtól lefelé ural minden, ez pedig az alsó hétnek a titkát hordozza, ami a Malchut. És ezért a Bína az elkezdte a Malchut fölötti uralmat átvenni, azaz ez a megszólítás sejjével válik a Bínában, beleértve a Malchutot is, amely felemelkedik majd a Bína de Guf magasságában, amit Tiferetnek nevezünk, és az összekapcsolódó Malchutot nevezzük a Bína ver a Nikvei Náimnak, ahogy összekapcsolódik. És ez az, amit második megszorításnak tartunk, a Cincumbertnek az első megszorítás, az kizárólag a Malchutban nyilvánul meg, az alsó kilenc pedig a belső a megszorításban van, és nyilván a megszorításból hogyan lehet fölemelkedni a Bínába, és az Ináim rész kialakul, amely Hokma a Rosban, és a Bína, mint Nukva, és az alsó kilenc pedig a Hokma alatt, azok bele vannak foglaltatva ebbe a megszorításba, a cincumba, és a kapcsolódó Malchut miatt a Hazétól felfel, amely a Tiferet feléig, az edények, azok a Haze alatt, ezek üres területet nyilvánítanak meg, egészen eddig a világ pontjáig, amely az első megszorítás helye, és ezek az edények pedig üressé válnak, minden fény nélkül, ezek a Bia világaival megnyilvánulás lesznek, és
ilyen módon nyilvánul meg a Bria világának a Nehidei Jecirába és a Malhuda Sziába. Kérdés, mondja rab. Minden világos? Akkor jó. Nem tudok hozzáadni semmit, hiszen ezt már nem egyszer tanultuk, amit tanulunk. Itt. Se onnan nincs kérdés. Egy általános kérdés van Németországból. Tehát ezek a sok változásnak az a lényege, hogy milyen változások gondolsz? Hogy a változások gyakorlatilag az alsót akarják megváltoztatik? Nem, itt az adományozásnak és a megszerzések az összekapcsolásra van szó, mert ez az első pontja a teremtésnek, az adományozó edények, és aztán az edény, amely a létezés a semmiből, az lassan a fény hatására elkezd megváltozni, amely a létezés a létezésből. És a vágy, az folyamatosan változik ám, fejlődik, ahogy a fény egyre jobban befolyásolja, ezért a vágy átmegy az egyenes fény négy állomásán, amely építi megszorítással jött végre, létrejön a szűrő az adakozás érdekében, és ezek mind pontosan azért, mert a fény befolyása növekszik, ennek eredményeképpen az edények elérnek egy állapotot, és később pedig ezek a vágyak elkezdenek majd az alkotás érdekében megszerezni. És az első párcuf az Iagágát a párcufja. Ez olyan, mint a házigazda, aki vissza akar adni valamit mint a vendég, aki vissza akar adni valamit a házigazdának. Később pedig megjelenik majd a többi párcuf, amelyek még adakozóbb akarnak lenni a házigazda irányába. Tehát ők a tabur alatti edényeket is akarják használni erre. Ezek nagyon kemény edények. És ezek a bina edényei is, amelyek adakozó edények, ezek összekeverednek a megszerző edényekkel, amely a Malhut a Tabur de Adam Kadmon alatt, és a bina és a Malhut részvételével az összekeveredés által, ez a keverék, ez amiben megszerzünk majd, a meghódott szág, amely befolyásolja a Gálgátának a nehi részét, és ezért jön létre majd a második megszorítás, amely egy folyamat, amin a megszerzési vágy megy keresztül, a fény folyamatosan dolgozik rajta, a kapnak ráson, és itt nincsen, mondja, nincsen semmilyen döntés, amely bármi mással zavaró módon működne. Itt a fény hoz létre mindent, a vágyom, amelyet megteremtett, és ez folyamatosan egyfajta formát ad, amelynek eredményeképpen egy befolyás jelenik meg a fénynek a befolyása a vágy felett. Ez az, ahogy nekünk ezt meg kell értenünk, ezek törvények, mondja Rav. És az alkotásnak a minősége, amely a fény, és a megszerzés, amely a vágy, ezek olyan fajta módon keverednek össze, hogy a kettő között új formák jelennek meg. A vágy az változik, a fény nem, ugye? A vágy változik, és a teljes valóság, az egész világ, amely a vágynak a megformálása, változik a fény hatására. Nincs erről több, nincs többről szó, mint ez. Erről akarsz kérdezni? Vagy valami csak szeretnél összekavarni? Vigyázz, mondja Rav, mert nem szeretném, hogyha összezavarná venni, hogy gondold végig. Rav, a biában, ugye ez az alsó kilenc szférá, még egyszer mondja Rav, mert nem értett a kérdés. A biában, ami kiterjed,
a cselekvő ereje, az a nukva a kilenc firájára, tehát ez két dolog, mondja Rav. Oké, tehát mondhatnánk, hogy a ennek az erőnek a karaktere átadja a nukvának magát. Nem, még nem mondhatjuk ezt. Igen, mondja Rav. Kérdeztetek valamit arról, hogy miért hívjuk a miért hívjuk Nekudot de Szágnak? Azért hívjuk Nekudot de Szágnak, mert ezek a Malkut pontjaiban, itt a diagramon megfelelően láthatod, hogy itt megjelennek a Szágnak az ízei, ugye? A kiürülésnél, ugye, ahogy tanuljuk, és ez azt fogja okozni, hogy a fények elkezdenek eltávozni, hát a fények távozásával, kiürüléséről van szó, mivel a Malkut egy fekete pont, ugye ez az elején van még a dolognak, és ezen a módon lett létrehozva, ezért minden fény, amikor távoznak ezek a fények, ugye ezek pontokat hoznak létre, tehát ugye egyszerre egy szféra, egy részűrül ki az ötből, mivel a Malkut egy fekete pötty, ezért elkezdődött a pontok között egy keveredés jöhet létre, és ilyen módon a bűnös a magot összeült keveredni. Tehát ugye van öt átmeneti parcuf, ami a kirülés körül létre. Tehát nekem egy rendszert... A rendszert azt előttünk teremtették, meg itt még nincs ember. Tehát mi a rendszer alatt vagyunk, később is jövünk létre. Tehát itt van ez a világ, Rav rajzolja, hogy hum vagyunk mi. Ez a piros pont. Tehát pirossal rajzoltam. Ez az, ahol mi majd létrejövünk. Még nincs itt senki. Még nem létezünk. De még egyszer. Mert ez a világ még nem létezik itt. Nem tudjuk még önmagunkat kitölteni. Itt a Lolis majd nem az ő érdekében. Ahogy azt mi, ahogy dolgozunk a spiritualitásban, ezt nevezzük ennek a világnak, amikor valami a lelkek nem a teremtőre önmagukért léteznek, de nyilván a rendszer egy képzetes helyzetet hoz létre, hogy ez megtörténhessen. Ez, mondja Rav, azt jelenti, hogy van a megszerzési vágy önmaga érdekében, de a természetben nem létezik ez, mondja Rav. Nem létezik, nincs. Ez olyan, mintha lenne, de nem, nincs ez. Tehát ez úgy tűnik, mintha működne, mintha egy álom lenne, egy képzelet lenne csak ez az állapot. Akkor még helyesebben talán nekem a rendszeren belül kell ezt megtalálnom, és felfedeznem, így van. Tehát vannak a világok, és... Tehát én értem, hogy semmi nem mozog, tehát mindig ugyanazon helyen vagyunk, csak a belső állapotok változnak. Minden alkalommal egy új skálán jelennek meg ezek. De mi történik? Mi történik? Hiszen még nem fedeztem föl. Nem értem pontosan, mit akarsz kérdezni, mondja Rav. Hogyan ábrázoljam én magamban ez? Hát nem, ez egy olyan rendszer, ami létezik tőlem függetlenül. Rav. Az enszóból megszerzel, ezek ugye leereszkednek az enszóból, erők, tehát mi itt vagyunk alul, és onnan kiterjedünk, és a fejlődésünk alapján vissza kell emelkednünk oda felőre. Ugye az összes világ, amiről közben beszélünk, Adam Kadmon, az Acilut, Briai Ecirás, Asszia, a zöld ferde vonalra rajzolra. Aztán ez a világ, Olam Hazé. Az itt van az órunk előtt, nem építjük mi ki, ezeket készen kaptuk. Ezeket egyszerűen érzékeljük, mert ők hatnak ránk, és amikor emelkedünk alulról fölfele, akkor elérjük ezeket a világokat újra, amelyek ok vannak és hatnak ránk, az életünk olyanok, amilyenek, és ennyi. Hát ennyi. Oké, tehát én mondjuk elég egy állapothoz,
Amikor elém a Briad... Mi az, hogy a Briad de Necedehoz? Mit jelent? Én nem tudom. A Briáról akartam mondani valamit. De lényegtelen most a név, tehát nekem el kell egy bizonyos pontos állapotot? Tehát, hogy eléred-e azt, amiről beszélsz? Tehát mondjuk te egy, itt van egy piros pont, akkor az acélútban leszel majd. Oké. Okay. Na pontosan ez az, amit akarok kérdezni. Tehát mondjuk én keresztül vagyok a folyamaton, akkor valami nem mozdulok sehova, hanem van egyfajta hozzáállásom, ami állandóan feltárul. Tehát nincs hova mennem, nincs, nem emelkedek, mert nem sérdek sehova, bennem az állapotok emelkednek. Tehát mi az, ami hiányzik ahhoz, hogy ezt elérjem? Hogy emberi válj, az hiányzik, mondjam. Tehát, hogy megváltoztasd a hozzáállásod és azért a tudatosságod, tehát ahelyett, hogy a fény rád öltöziget, és adnak neked ezt az érzést, hogy ezt a világban vagy, ehelyett képes legyél úgy magadra öltözni a fényt, hogy ez neked a valódi valóságot sugározza, amikor azon belül pedig megérzed a valódi énedet. Tehát most már nem csak egy államnak érzékeled majd ezt meg egy használhatatlan állapotnak, hanem valóban, hanem egyetlen, nem egy hatalmas hazugságban kezdesz el élni. Ezt nevezzük úgy, hogy annak érdekében, hogy magunkra tudjuk vonni a fény befolyását, ez így lett a számunkra elrendezve, de tudnunk kell, hogy ez nem egy valódi világ, ezért kellett fölé emelkedni, és hogy hol létezünk mi valójában, és milyen formában, hát mi az igazság, mondjam. Mivel nézzetek magunkra, belépünk egy valóságba, és nem is tudjuk, hogy pontosan hol vagyunk, meg miért léptünk be. Tehát összekeveredik bennünk egy csomó dolog, és minden, amit látunk, az mindegy hülyeség és egy nonsens. Tehát világos, hogy minden csak átmeneti, bele vagyunk ebbe merülve, alig bírunk kibászni belőle, de közben azt látjuk, hogy minden elér a kezünkből, aztán egyszer csak meghalunk. Tehát az ember a semmit kergeti itt a világban, mert nincs is semmi. És különleges helyzet van most, amelyen keresztül megkaphatjuk a lehetőséget, hogy fölé emelkedjünk ennek az igaz valóságba. Ez egy óriási lehetőség. Ez az, ami miatt tanulunk, hogy hogyan zuhantunk le ide. Tehát az egész bölcsesség arról szól, hogy hogyan tudunk egy extra befolyást kapni felülről, hogy valóban az igaz valóság felé tudjunk elmozdulni, mert ez egy óriási, több ezer év fejlődése után közel kerültünk ahhoz az állapothoz, ahhoz a ponthoz, ahol több millió szorosát érhetjük el a fejlődési sebességnek. Ez az, amit akarnunk kell. Ez magától nem fog megtörténni. Tehát egyfelől egy felébresztést kapunk, egy sürgetést, másfelől pedig eljutunk a helyhez, ahol tudnunk kell, hogy hogyan tudjuk ezt a belső sürgetést magunkra vonni, a befolyást, a fénynek az erejét, amely dolgozik rajtunk, ez az annak a lényege. És idővel, mondja a minden zavar ellenére, minden köd ellenére, megértjük, hogy miért tanuljuk, mi az előnye mindennek, hogyan tudjunk mi végső soron, hogyan tudunk végső soron fölemelkedni mindennek, felemelkedni oda, ahol megtapasztalhatjuk az igaz állapotot, amiben valóban vagyunk. A végtelen világot, ugye? Tehát ez az igazi valóság, nem az, amit most érzékelünk. Moshe Los Angeles kérdezi, mi a különleges a Nekodedes szakban, hogy valóban egy számítás végeztetünk alul? Mit jelent az,
hogy a galamot, a bia világa és a bia világának helye. A nekodot de szag, az felülről lefele jön, mert az ő helye az a szag, amely a bina minősége, azt tanuljuk. A bina minősége adakozási munkát akar végezni, tehát itt ő látszólag itt alul annak a nagy sárga pacinak tud adakozni, az a nekudat, az a nehide gálgálta, és haszadin fény sugározza le a gimel hitlapsut, az a hármas, az azt, amikor belép a kettes aviútba, a bet aviútba, tehát ez a vaskosság a kettes aviút, és amikor a bet hitlapsut, meg a bet aviút van, tehát magyarul a kettes edényben kettes fény, ez a bina, ugye tudjuk, ezért, tehát a két resimó ezt kiegyenlít egymást, és akkor a bina fényen le tud ereszkedni, és adakozni kezd a nehideg ágáltának, vagy a nehide Ádám Kadmonnak, amely a malkut, maga, a vaskosság, és az pedig az, nekodod, de szág pedig mind bína, teljes bína. És amikor a malkut kap valami kiegészítést, ezért felébred, felébred, és a szágparcú fiára visszahat, hogy hatalmas vágyakat küld oda, ennek eredményeképpen a szág pontja megszorítja magát, megtenik a második megszorítás, mert elkezdi érezni, hogy újabb, adag meg, újabb és újabb adag kapni akarások kapcsolódnak hozzá, és a bína nem tudja magát felosztani, vagy ad, vagy nem ad. És ez a teljes bína ott mutatja rá, ez ketté kap, oszlik, az első része, amely igazából bína marad, ugye ez a Vagdebína, meg a Zaddebína, és itt pedig alul, a Zaddebínában pedig a malkut minőségét veszi föl, amely egy parcuf, két parcufban nyilvánul meg, amikor a bína kontrollálja ezt az acélút világából, akkor ez az acélút világának tekintető, és akkor van fény, onnan pedig, ahol nincs fény, azok a bia világaival alakulnak, ez az elválasztású világok, ból lesz a bia, itt nem lehet csak az elválasztás világa, és tehát a Zaddebína, ugye, az a parsza alatti részeket jelenti, ami három világot nyilvánít meg, a parsza pedig az egy elválasztó hely, az is a parszának a neve, az adakozási edények és a megszerző edények, ugye ez a, az a, ugye ez az, amikor a ez amikor a tehénnek a, ugye ez amikor a patája, amelyek a patájában van felosztás, akkor az nem kóser, ugye? Mert a, vagy a izébe a körmében, mert azoknak a párca megjelenik a lábában, ugye? A bedbet, az a nekodat de szág, ahogy ezt ön mondta, az világos, hogy tiszta bína, tehát valóban a haszadin fénye tud a malkut felejtre rajogni, a nehideg ágáltán. Azonban a fény, mondja a Renlevi, az megérti a vágyat. Akkor milyen fajta vágy az, amely a Gálgáltának a végén haszadémot sugároz, és hogy a nekodat de szág ne lépjen be lentre? Már beszéltünk erről, mondja Rav. Ez nem annyira egyszerű kérdés, amit kérdeztél, mivel a szakpontja, amikor adakozni akar a nehidáknak, ugye ott a sárga pacákra van most szó, akkor ugye az enyszóból csatolódik ez ki, és egy zivug jön létre a Malchut de enyszóban, annak érdekében, hogy az Ádám Kadmon felé adakozni lehessen, és akkor olyan fények csatolódnak ki, amelyek ezt az adakozást létrehozzák. Mondjuk ezt ezen a módon, a gágát ráöltözik a nekodat de szágra, és adakozni tud a nehi része felé. De ez nem egy elválasztott cselekedet a szakpontjában, az Ádám Kadmon irányában nincs ilyen. Igen, ezt értem. Tehát a gágáta az befolyásolja a saját nehiét. Így van. Tehát azáltal, hogy megkapja a binának a minőségét, a szakpontját. Így van.
Oké, na de mit jelent akkor itt a kitöltés? A kapnyakarásról beszélünk, ugye? Mondja rá. Oké, na de akkor azt jelenti, hogy mit jelent a, azt jelenti, hogy a Daletnek segít a bet. Tehát a négyes állapotnak, vagy a Adam Kadmon. És így van, tehát a kapnyakarás a hokmát akar. A négyes, a Dalet, azaz a Nehidák. És, de az, hogy a Binna leereszkedett a Malkuthoz, és Hasadim fényjel kezdtek kitölteni, ez a Hasadim, ez is kitöltésnek tekinthető a Nehidákban, és a te helyes módon kérdezted, hogyan lehet az, hogy a kapni akarás hirtelen a Binna fényét akarja megkapni, mint kitöltést a Hasadimot, hogy lehet elég, de a Nehidák nyilvánvalóan az szintén Hasadimmal van tele, mert ez nem csak egy vágy, a Nehidák, hanem van a, tehát van, aki nem megszereznek a megszerzés érdekében, ami, ezért a Nehidák az vak állapotban van, ami azt jelenti, hogy Hasadim fény van már benne, tehát itt van egy illumináció felülről lefele. Ugye a vak csak akkor lehet, ha van zát része, és akkor itt megjelenik az orhozer, a visszavert fény valamilyen módon már. Ezért, amikor még egy adag fény jön, ez a két fény nagyon hasonló egymáshoz, kiegészítik egymást, ami jön a binából. Tehát amikor a binának a fénye lezúdul oda, akkor a Nehidáknak az edényei ezáltal szentséggel lesznek áthatva, és erősebbé válnak. Tehát én egy nagy kapnakarás vagyok, magyarabb, nekem van szűrőm e fölött, megjelenik a megszorítás, az orhozer és a visszavehet fény, akkor én teljes egészében ki leszek töltve az adakozás fényével. Mit jelent ez? Hogy az, hogy én nem szerzek meg, hanem adakozás érdekében szerzek meg csak, ez a képesség, hogy ez már valamilyen képesség valamire, és most egy kiegészítő adag szentségére engem, egy új erő, és ez egy erőt ad nekem, egy képességet, hogy a jövőben talán még többet vagyok képes megszerzakozás érdekében. A tabur felett, ugye itt hokma van, ott belső fény van már. Orpnimi. Tehát itt lehet, hogy egy ponton képes vagyok megtenni ezt, akkor mi a hiánya? Miben van hiányom, mondja Rav? Tehát az én nehi edényeim az Adam Kadmon világában, amelyek ezek az edények, mutatta Rav, hogyan válnak ezek képessé arra, hogy megszereznek az okozás érdekében, úgy, ahogy a tabur felett is van. Úgyhogy egy újabb adag haszadim kell hozzá, egy újabb erője a Bínának, nem, hanem a Bína már leereszkedett hozzám, és ad egy hozzáadást, tehát természetesen ez ő szempontjából lesz fény. Hát mi a fény? A kitöltés az edényeimnek, kiegészítő erő megszerzése, amelyet boldogan szerzek meg. Oké. De hát ez nekem ez mindig is csak hiányt jelent. Tehát a haszadim a Dalet, a beten, tehát egy hatalmas edény jelenik meg, amelyenben ezek a dolgok elkezdenek megnyilvánulni. Ah, ez igaz, mondja rá. Tehát, bocsánat, itt ez így nem igaz, mondja rá, azért, mert a fény, hogy is mondjam, a fénynek nincs behatárolása. Hogyha én kiterjedek a bejönedelet edényeiben, akkor ki is tudom tölteni, mert én vagyok a magasabb szint, mondja a Bína, és mivel ugye itt elmagyarázza nekünk, hogy amikor a fény leereszkedik az edényeket, akkor itt már el is kezdődik az adakozás, és ilyen módon kezdik el ezt az alsó élvezni a felsőt kapott fényt, mivel és ezen túlmenően a bejön a betnek a fénye, az minden edényt ki tud tölteni, tehát nincsen semmilyen limitáció felette. Ez a Hasadimnak a fénye, az adakozásnak a fénye. Ez a Hasadimnak a fénye.
Tehát a haszadim fénye az nem csak, hogy odaadja az adakozás erejét, hanem az edénynek, a megszerzőnek, hanem hogy van a kitöltés, a megelégedettség? Tehát az, hogy ott van ez a fajta fény, ez megelégedettség. De a Hafez Hesedet, azaz a kegyelmi örömöt, tehát tehát ez a kegyelmi öröm állapota, ez mindenképpen az embert közelebb viszi az adakozáshoz, mert ez lefedi a megszerzési edényeket még jobban, és a megszerzési edények, ezek egyre közelebb kerülnek majd az adakozáshoz, tehát a megszerzési adakozás érdekében, ez az előadásodnak a lényege, és ilyen módon aktiválódnak a nehidák edényei annak érdekében, hogy ez mind adományozni tudjon, ugye tudom, Kadmon legvaskosabb edényei. Na kérdezzetek, aztán majd találom még szavakat. Oké, tehát a Nekodedeszágban volt már haszadim előtte, nyilvánvalóan azt jelenti, hogy neki volt már adományozni szándéka, ez másfajta fény, magyarak. Ami a Nehida Ádám Kadmonban volt, ez abból a fadódó fény, hogy visszautasította a hokmát, és ez a fény a szakpontjából árad kifelé, ez a binának a lényege. Tehát nyilván ez az a binában pedig egy teljes fény van, amely megelégedettséget tartalmaz. Hogy én a bina vagyok, nem akarok semmi más. Ez van ebben a második haszadikban. Azért ott van a hukma, de én nem akarom. Akarhatnám, mondja a bina, de nem akarom. Tehát azért vagyok elégedett, mert nincs szükségem semmire. És az annyira így van, mondja, hogy nincs is másra szükségem, mert ez mind a tökéletességből fakad. Azaz, itt egy új hozzáadás jelenik meg a teljességben. Oké, na de akkor ez a megelégedettséget adja. Így van. De mit tudna ez az edény különben adni? Te mi történik itt? Hát nézzük csak meg. Tehát nyilvánvalóan itt egy zivug van a rozsdegágáltában, majd pedig ez kitölti az ebből számodó fénye nehidegágáltának a mélyét, és ezért sematikusan a szág kitölti talul magát, itt vannak resimók a nehiben, amelyek megnyilvánnak az Ádám Kadmon, de az Agde nehiben, és ezért, a nehidákban, bocsánat, ezért a zivug mindenképpen a szagon is, szaghoz is tartozónak tekinthető, hiszen másképp nem is tudnak egymást elérni, nincs formegyülésük. Oké. Ezek mind a parcuf rosán keresztül árulnak, mindig. Tehát különben nem lehetne kapcsolat köztük. Oké, de mi történik a rosban? Hiszen látszólag a Gálgálta hozzáadja a nehit. Egy hatalmas haszadim hozzáadás történik a szágban. Nyilván a szág is a Gálgáltának egy ága, de miután a Gálgálta mondja rab, megadja a haszadim fényét, ezért ki tudja tölteni ugyanazzal a fényjel, azzal a haszadim fényjel a nehit is. Oké, de a fény, az kizárólag egy helyről árad. Ahol hiány van, oda árad a fény. Oké, de mi az a hiány, ami a nehidákban megjelenik, amely a bína fényét magába rántja, neked a szakból? Az adakozás. Az adakozás, mondja rá. Én még jobban akarok adakozni, és még jobban, és még jobban. Ezért kell a haszadim fényét éreznie, és hogy ez az egyre nagyobb adakozás fényt tesz lehetővé. Tehát látni kell, hogy a kapnak alá fölé kell emelkedni, tehát
Én most be akarom bonzani a bínát a nehidák fényein túlmenően, és ez egy hatalmas szín, ez egy nagyon komoly hozzáadás. Ez nem úgy van, hogy a malhutnak semmi más jobb tennivalója nincs. Nem, hanem itt a szentség jelenik meg. Oké. Menjünk tovább, de előtte énekeljünk egy dalt együtt. יש לנו בניין שיש בו שתי קומות למי שמעוניין את הבורא לראות בקומה הראשונה נמצאים החברים ואילו בשנייה את השלם מוצאים בדרך לבורא אומרים מקובלים לבטח תגלה אהבת אחים עונה את הרצון לשאול ולברר למצוא את העליון כי שם הוא מסתתר אתה לחפוץ תדאג לחברים עשה זאת בשמחה כי רק בין האחים נמצאת אהבה בדרך לבורא אומרים מקובלים לבטח תגלה שאהבת אחים עונה את הרצון לישון שאהבת אחים עונה את הרצון לשאול ולברר למצוא את העליון שם הוא מסתתר יש לנו בניין שיש בו שתי קומות למי שמעוניין את הבורא לראות